Ilyen szárdudákat is készíthettek japán keserűfűből az érdeklődők a Magyar Tárház húsvéti programján. Emellett tojásdíszítéssel, kosárfonással és a gyerekek kedvencével, nyuszi simogatóval, valamint a népi hagyományokat bemutató programokkal várták a Szihalomra látogatókat. Az alapkoncepciónk az volt, hogy megismertessük a gyerekeket, felnőtteket azokkal a régi, hagyományos értékekkel, melyek a régi magyarságra jellemzőek voltak, így a barkaszentelés, mely a húsvéthoz kapcsolódik, a tojásfestés berzseléssel és a különböző népi játékok megismertetése, amik ma már nem jellemzőek, de itt ki lehet nálunk próbálni. A Magyar Tárház a kárpát-medencei magyarság hagyományait, viseleteit, eszközeit viszi közelebb a látogatókhoz, melyeket az interaktív központban ki is lehet próbálni. A kézműves vásározók mellett civil szervezetként a Tobán néptánc csoport is csatlakozott a húsvéti programhoz. Szatmári hagyományos néptáncrendet fogunk csinálni a színpad, és egy táncházat a jelenlévőknek interaktív módon bevonni kicsiket, nagyokat, és mindenki egy picit tanulhatja a szatmári tánc lépéseket. A diótörés, a kukorica darálás és a különböző népi játékok is népszerűek voltak, főleg a gyerekek körében. A felnőttek pedig a kuglihajítást próbálhatták ki, ami a régi időkben a férfiak egyik kedvenc kikapcsolódása volt. A januárban átadott interaktív központ első nagy rendezvényére sokan érkeztek a környező települések mellett Egerből, Füzesabonyból és Mezőkövesdről is.